Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon a mai napon egy videóval. Nézzük meg a lélektárs kapcsolatban, a szerelemben, mit kell, hogy most tudjál. Ezt tudod most meg. Elhoztam nektek a kártyákat a Nadine Breitensteintól. Koncentráljatok, mit kell, hogy megtudjatok a mai napon. Ó, hát azt kell, hogy megtudjátok tényleg, hogy ez a nagy szerelem, ez egy komoly kapcsolat, hogy ez egy szívből való döntés, házasság. Ti tükröztök magatoknak nagyon sok mindent, és ezen a tükrözésen meg tudod önmagadat reflektálni, szóval arról van a szó, hogy ő megmutatja neked, hogy mi a téma még te benned. És neked az az üzenet, hogy tisztíts le magad az idegen energiáktól, és ezzel felemeled tényleg a rezgésedet. Lehet, hogy arról is gondolkodsz, vagy te vagy ő, hogy nagyon szeretnétek valahova elköltözni, hogy egy másik helységet választani lehet, egy másik helyet választani, és hogy tudjátok ezt, hogy ti ezt mind meg tudjátok teremteni. Meg tudjátok teremteni az új kezdetet, itt a nagy szerencse, és ez az ajándék az univerzumtól, és ez egy nagyon jó változás. Csak az a fontos, hogy rendet teremts az életedbe, te is, meg ő is, hogy mind a ketten rendet teremtsetek, ez nagyon fontos, és én úgy látom, hogy ez az egész lélektárs kapcsolat téged teljesen leterhelt, és egy nagy krízist váltott ki te benned, vagy te is ő benne lehet, hogy egy ilyen nagy változás van az életben, és ezért kell tényleg, hogy mindig letisztítsátok az aurátokat, a csakrátokat, hogy a blokkádokat, a blokkokat feloldjátok, és blokkoldás, karmikus blokkoldást készítek szintén veletek, hogyha úgy gondoljátok, hogy megfelel, olvassátok el, hogy tudtok hozzájárulni a videó leírás alatt, megtaláljátok az árat is, és az idő, hogy milyen hosszan tart is ez. Hogyha részt szeretnétek rajta venni, akkor írjatok szívesen egy e-mailt. Úgy látom, hogy a spiritualitás játszik itt egy szerepet, a kártyavetés játszik itt szintén egy szerepet, és te egy nagyon tüzes egyéniség vagy, tele vagy szenvedéllyel, büszke vagy, optimista vagy, úgy látom, és azért is bejön ez neked, mert tényleg úgy lehet, hogy megkéri a kezedet, és tényleg, hogy lakodalmat látok itten, az jött ki közöttetek, és a kompassz az pedig azt jelenti, hogy új irányba, teljesen új irányba kell, hogy menjetek, vagy menni fogtuk, lehet, hogy te is egy teljesen új irányt választasz, de lehet, hogy ő is egy új irányt választ, és akkor a horizontot bővítitek mind a ketten. Mert egy nagyon-nagyon ügyes egyéniség vagy, úgy látom, hogy tele harmóniával, romantikával, mély érzésekkel teli, úgy látom, és nézd, a beteljesül, tényleg a kívánságot beteljesül, és higgyél benne, az univerzumban a vágyaid valóra válnak. Szóval itt van tényleg a lámpa, ez a bűves lámpa, hogy ez minden vágyat valóra váltsa, hogy a csoda lámpa, hogy csoda fog történni, és minden egyensúlyba fog közöttetek kerülni. Az jött ki. Nézzük meg még a Secret Key Cards második kártyával, hogy mit üzennek még ezek a kártyák, mit kell, hogy tudjál. Szóval azt üzenik, hát ez jött tényleg a német oldalon is ki. A lilium az mindig azt szimbolizálja, hogy valami téged nagyon vonz, úgy érzed ezt az érzést is. Lehet, hogy felismered, hogy mi is neked a fontos. Lehet, hogy tényleg, hogy felismered, vagy ő is felismeri, hogy mi is neki a fontos, és szintén bejött újra, hogy az aurát kell letisztítani, a csakrákat kell letisztítani, lehet, hogy köveket kell használni, lehet, hogy dolgokat kell energiával feltölteni, és a yin principot használni, ez azt jelenti tényleg, hogy a női energiát, hogy magadnak megengedni a dolgokat, önmagadat szeretni,
befogadni ezt az energiát, és valami véget kell, hogy szintén még, hogy a megbízásba menjél, és ne harcolj, hanem bízzál meg, hogy minden jó lesz, és az kell tényleg, hogy a sikert, a megbízást, a vágyakat, hogy a vágyaid valóra fognak válni, és ez tényleg egy új szerelem, egy új projekt, az azt jelenti, hogy valami új dolog, amit beindítasz, az azt jelenti, és valamint azt is jelenti tényleg, hogy hát az érzékenységet, vonuljatok vissza mind a ketten magatokba, hogy nézzétek meg, hogy mitől féltek, vagy mi az az a dolog, ami félelmet vált ki bennetek. Valamint lehet, hogy egy ilyen helyzettől féltek, egy ilyen helyzettől, és ezzel harcoltok egymással, és hát igen, ez nehézségek jönnek az útba lehet. És most arra is oda kell, hogy ügyeljetek, hogy ne veszítsétek az energiátokat el, hogy a rossz környék, hogy lehet, hogy téves emberek vannak ott közöttetek, még azt is meg kell, hogy nézzétek, és hogy valamit itt el kell dönteni, valamit el kell engedni, valami sors döntő transformáció van itt közöttetek, a búcsúzás, és azt látom, hogy hát egy ilyen meglepetés itt van még. Szóval a kezetekben mind a kettőnek történhet valami meglepetés, ami tényleg nagyon meglepődtök rajta, mert úgy látom, hogy kaptok üzeneteket, szimbólumokat, lehet, hogy láttok neveket, vagy iniciálokat, vagy láttok például számokat, születési számokat, és ezen kell, hogy tényleg, hogy felemelkedjetek, és hogy egy döntést hozzatok, és azt jelenti ez az egész. Lehet, hogy az álomba is kaptok, szóval kaptok tényleg, az álomba is kaptok, kaptok üzeneteket, vagy álmokat, hogy egymásról álmodtok, az is fontos, hogy azt is megfigyeljétek, és akkor, hogy kitartóak legyetek, és minden, ami zavart titeket, azt kikapcsoljátok, úgy látom, és hogy a szerencsét meg fogjátok találni, ha optimisták vagytok, és ez ki fog fizetődni, szóval ez pozitív, megjön a szerencse szintén nektek. No, ő neki most az a feladata, hogy ő ápolja magát, ügyeljön a testére, hogy is néz ki, most ő neki ez a legfontosabb, és remélem, hogy ez rezonált veled, ha így volt, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Persze ezek kollektív kirakások, itt megfelelhet valami te rád, vagy valami nem, vedd ki ebből a kirakásból azt, amivel te rezonálsz. Hogyha egy egyéni, személyes kirakásra vágysz, elolvashatod a leírásban, hogy vagyok elérhető, és milyen alapon. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok, sziasztok, Valéria!